Jó napot kívánok! A következőkben az egészséges kutya táplálásának alapelveit, emésztés élettanának legfontosabb vonatkozásait, evolúcióját, illetve háziasítását és annak következményeit tárgyaljuk meg. Ez első része egy két részből álló kutyatáplálás blokknak, amiben a második részben, ami önállóan is majd élvezhető, de ehhez csatlakozik, a táplálásnak az egészségvédő, betegség megelőző szerepét fogjuk tárgyalni. A történetünk mintegy 65-70 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor is a képen is látható dinoszauruszok kihaltak. A kihalásuk lehetővé tette az akkor már meglévő picinke ősemlősnek, hogy teret nyerjen és továbbfejlődjön. Annak függvényében, hogy talált zsákmányállatot, vagy inkább csak növényi táplálékot, kialakultak a különböző emésztés típusok az emlősökön belül is. Ahol rengeteg zsákmányállat állt rendelkezésre, ott egyre több emésztési képességet elvesztettek ezek az állatok, és kialakultak a obligát, vagyis mindenképpen húsevő állatok. Ilyenek a kép jobb oldalán látható macska, félék, hiéna és a petymeg nevű kis prémes állat. Azok az állatok viszont, amelyek ugyan találtak zsákmányállatot, kis rágcsálókat, madarakat, tüllőt, azok kénytelenek voltak bizonyos mennyiségű növényi táplálékot fölvenni, és a képen fönt kialakult a kutyafélék öregrendje, amelyben jobbról balra haladva egyre inkább, egyre több mindenevő tulajdonságot figyelhetünk meg. Így a menyét, nyírt, alig-alig képes többre anyagforgalmilag, mint a macskafélék. A kutya már bizonyos mennyiségű keményítő emésztésére is képes. A medve, és még inkább a mosómedve már szinte teljesen mindenevő, hiszen a medve az időszakosan, szezonálisan gyümölcsöt fogyaszt, majd vadászik. És pontozott vonal mutatja a teljesen különböző evolúciós fejlődési vonalat, a panda mackók, amelyek a bambuszrügyre szakosodtak, úgymond. Ezek tehát tulajdonképpen a hasított lábú ragadozók, korábban vált el tőlük az úszóhártyás ragadozók, mint a fóka csoportja. A témánkban most már a kutya evolúciójára koncentrálva láthatjuk, hogy a kutya rendszertanilag húsevő, de ténylegesen már inkább mindenevő. Természetesen nem annyira mindenevő, mint az ember vagy a sertés, de sokkal inkább mindenevő, mint mondjuk egy macska. A háziasításhoz kell akkor most már még visszamennünk. Több lépcsőben zajlott. Itt látható az első lépcsője, amiben még az ősmajom is már akár elkezdhette ezt a munkát. A vége pedig mintegy 15 ezer évvel ezelőtt egy Ain Malachai lelet, ami azt mutatja, hogy egy idős embert a kutyakölykével együtt temettek el, ami abszolút bizonyítéka annak, hogy ezeket már társállatként tartották, ezeket a kisállatokat. Mitokondriális DNS vizsgálatokat tudunk végezni a megmaradt csontmaradványokból,
és ebből tudjuk, hogy a laza háziasítás mindegy 100 000 éve, majd a további egyre közelebbi 30-40 000 évvel ezelőtt történt. Ezt a nagy idő intervallumot is bizonyítja, és ennyi idő volt arra szükséges, úgymond, hogy sokféle szín, forma és nagyság, testnagyság alakuljon ki. Ez a kutyára rendkívül jellemző. A legkisebb kutya az fél kilóstól egészen a 90 kilósig terjed a méretek, és ezek elvileg mesterséges termékenyítéssel képesek utódot létrehozni. Itt néhány illusztráció erre a fantasztikus méretbeli különbségekre, formabeli különbségekre, illetve hát hátrányai is származtak az állatoknak a háziasításból, árnyoldalai az, hogy tetszett nekünk, és bizonyos genetikai hibákat rögzítettünk, mint például ez a rövid lábúság, vagy a sok ráncot vető bőr. A háziasítás öröklés tanából, a mitokondriális DNS vizsgálatból tehát tudunk az időpontra következtetni, és tudunk többé-kevésbé, tudunk 100%-osan az ősre következtetni, amiből kimondhatjuk, hogy csak a farkas a mai kutyafajták őse. Az Uppsalai Egyetemen összehasonlítottak közel 70 kutyafajtának a génállományát a farkas génállományával, és a legnagyobb különbség 34 génben találtatott, hogy így mondjam, méghozzá a viselkedés, tehát szelídebb lett a farkashoz képest ennek a háttérgényei, kevésbé lett fineszes, tehát elbutult egy kicsit a farkashoz képest a kutya, és megtanult olyan szénhidrátokat emészteni, ami a farkas életében nem tölt be ilyen komoly szerepet, mint a keményítő. Hogyan történt ez a háziasítás? Hát úgy, hogy kiválogattuk a nekünk tetsző kis árva kutya kölyköket, méghozzá a lélektani gyerekesség az úgynevezett neoténia alapján. Ez mit jelent? Az, hogy azokat a kis kölyköket válogattuk, amelyek a farkassal ellentétben fölnőttként is megőrizték az ugatás képességét. Vagy amelyek a William Byron tünetegyüttest mutatták, illetve amelyek nél kifejlődött a nevető izom, és amelyek a farokcsóválást is az emberrel szemben barátságosan használták. A említett William Byron tünetegyüttes egy emberben találták először egy génkiesés következtében, ma már egérmodell is rendelkezésre áll. Sajnos idegizom és keringési zavarokkal jár, és csökkent IQ-val. A koboldarc is tipikus erre a bántalomra, ugyanakkor rendkívül nyitottak, barátságosak, úgynevezett koktélparti személyiségek, az így sújtott embertársaink, itt látható a génkiesés pontos helye, és az említett nevető izomra még visszatérve, azokat a farkasokat válogatta az ősember, amely ezt a farkasban nem lévő, a tipikus farkasban nem lévő nevető izmot kifejlesztette. És mindennek eredményeként kialakult a kutya ma is ismert emésztő rendszere, amihez itt még hozzá a tájékozódás kedvéért a tüdő, máj és a lép is föl van tüntetve áttekintés céljából.
Kezdve az emésztési folyamatot, ugye az emésztési folyamat a rágással veszi kezdetét, ahol a kutyának a fogképlete látható a választás, a fogváltás előtt és a fölnőttkori fogak. A fölnőttkori fogak összáma 42, azt látjuk, hogy három metsző, egy szem, négy elő, és fönt kettő, alul három zápfoggal rendelkeznek, összesen 42. A negyedik elő zápfog a felső áll csontban, és az első zápfog a állkapocsban, az úgynevezett tépőfog. És sajnos ennek a ínye mentén nagyon könnyen a baktériumok, tájok képzést tudnak megindítani. A megrágott táplálék a szájüregben a nyelv segítségével továbbítódik a nyelőcsőbe, amelyen hátrafelé segítő szemölcsök vannak. A nyálmirigyek csatlakoznak a szájüreghez, amely az emberrel és a sertéssel ellentétben nem tartalmaz keményítő bontó amilázt, viszont tartalmaz baktérium és vírus ellenes anyagokat, és nyilván síkosít. Áttekintésként, ha megnézzük a kutya emésztőrendszerét, az kell, hogy föltűnjön, hogy rendkívül nagy a relatív űrtartalma a gyomornak, viszonylag rövidebb és egyszerűbb a vékony és a vastagbél, és rendkívül kicsi a vakbél. Hogyan tud mégis hatékony emésztést produkálni? Úgy, hogy a fölszívó felület rendkívüli módon megnőtt, azzal, hogy ráncokat vet, és bélbolyhok alakulnak ki, azokon pedig kefeszegély és mikrobolyhok vannak, és így a felület akár 600-szorosára is megnőhet, focipályákról beszélhetünk. A emésztés élettani sajátságok tehát úgy foglalhatók tehát össze, hogy a kutya igényel és képes hasznosítani egy bizonyos korlátozott mennyiségű növényi szénhidrátot, elsősorban keményítőt. A vakbél, mint láttuk, csökevényesedett, ami megmutatkozik egy kisebb létszámú bélflórában, a mikrobiomnak hívjuk, emiatt a rostemésztése rendkívül korlátozott. És még az egyes kutyafajták között is vannak különbségek a bélcsatorna hosszában. A tápláló anyagok a gyomorban, vékony bélben emésztődnek, majd felszívódnak, és ezt az ottani pH viszonyok, tehát hogy savas-lúgos befolyásolják, az emésztő enzimek aktivitása, tehát a fehérje, a zsír és a szénhidrátbontó emésztő enzimek, és a mikrobiom, avagy bélflóra összetétele, amely attól függően, hogy milyen táplálékot kapott, eltérő lehet. De ez csak illusztráció. Viszont azt kell tudnunk, hogy a táplálék gyors változtatásával károsíthatjuk a mikrobiomot, tehát hangsúlyoznám a fokozatos tápváltás fontosságát. Még akkor is, ha egyik zsákról átállunk a másikra. Az egyes enzimek megvannak, de korlátozott erősségűek. Ilyen a tejcukorbontó enzim, amely csak tesúlykilónként csak 1-2 g tejcukrot képes lebontani, ami megfelel 20-40 ml tejnek testsúlykilogrammonként. Tehát az egy 10 kilós kutya esetében egy 2-4 deci tej elosztva a 24 órára. A répa cukorbontó képesség is korlátozott, ez 6-8 g testsúlykilogrammonként, és sokszor
emiatt okoz a csokjevés problémát, nem a benne levő teobromin miatt, hiszen legtöbbször nem fekete csokikhoz jut a kutya. E fölötti értékek fölvétele esetén, megevése esetén úgynevezett ozmotikus, nem fertőző hasmenés jön létre. Az emésztést összegezve a kutya a zsírokat és az olajokat kiválóan emészti, 80 akár 100%-osan, a fehérjéket közepesen, a szénhidrátokat pedig mérsékelten, inkább csak kőkezelt formában. Az, hogy a fehérjéket közepesen, az némi magyarázatot igényel, de rögtön megértjük, hogy ha a zsákmányállatra szakosodott emésztésnek nem kell olyan erősnek lenni, hiszen az egy biológiailag rendkívül értékes, könnyen emészthető fehérje. Most, ha ez találkozik egy szójafehérjével egy közepes minőségű tábban, akkor azt nem képes csak 70-75%-osan megemészteni. A fehérje emésztésen túl viszont a szénhidrátnál nagyon fontos, hogy mennyire hőkezelt vagy nem. Táplálóanyagok között kölcsönhatás van, amelyek egymás emészthetőségét befolyásolják, de ez csak illusztrációként a téma iránt érdeklődőknek mutatnám be. Tehát miről van szó? A fehérje túletetés rövid távon nem káros. Viszont a fehérje hiány csökkenti a többi táplálóanyag emésztését. A nagy zsírtartalom tovább marad a gyomorban, és ott a zsírsavak bomlanak, és nem emésztődnek a később a hasnyálmirigy lipáza által, ami lenne a természetes út. A túl sok nyersost rontja a többi táplálóanyag, elsősorban a fehérje emészthetősége. A rost frakciók, tehát az, hogy hemicellulózban, cellulózban vagy ligninben gazdagabb be a takarmány, ez drámaian módosítja az önkéntes takarmány fölvételt. A túl sok rostra, kicsit több a rost, egyre többet eszik a kutya, ha nagyon sok a rost, akkor megtagadja akár a takarmány fölvételt. A túl sok hamu, vagy mondhatnám úgy is túl sok csont, semlegesíti a gyomor nedv pH-ját, és ezért csökkenti az ottani pepszin aktivitást, fehérje emésztés hatékonyságát. Miért legel néhány kutya? Hiszen ezen a jobb oldali ábrán látható, hogy a emésztése a rostnak, azon belül a cellulóznak rendkívül kicsi. Itt látható, hogy ez egy 10-15%-os picike kutya. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy bizonyos időszakonként a kutyák legelnek, nos ez azért van, hogy a szőr, a lenyelt szőrt hányás formájában el tudja távolítani. Mik jellemzők a kutya táplálék fölvételére? Milyen viselkedésforma? Az, hogy egyszerre sokat eszik a kutya, a napi maximum a testsúly 2%-a. Tehát megint a tipikus 10 kilós kutyánkat véve ez 20 dekát jelent száraz anyagban. Nagyon érdekes jelenség a trofallaxis, vagyis a hányadék újrahasznosítás, ami úgy alakult ki, hogy a vadkutyák a zsákmányt így viszik haza a szoptató anyáknak, szukáknak, de ma is megfigyelhető önmagának kihányva és újra fölvéve a táplálékot. A táplálék kedveltségét meghatározza az előzőekben említett rost mennyisége. A nagy zsír és nagy fehérje tartalom jobban ízlik a kutyának. És ezt föl lehet használni úgynevezett digest bekeverésével, ami nem más, mint vágóhidról származó belsőségek részleges emésztése utáni adalék. Kutya esetében 5 ízről beszélhetünk, az alap ismert ízeken kívül az uámi íz is megvan. És fontos hangsúlyoznom, hogy az ízletes eledel nem biztos, hogy egészséges. Szükségleti ajánlások többféleképpen találhatók a szakirodalomban. Meg lehet adni élősúlyra vonatkoztatva 24 órára, vagy pedig a táp kilogramjára, hogy milyen legyen annak a
megfelelő összetétele. A szabványok beszélnek minimum igényről, hogy ne legyen klinikai tünet, ne legyen, ne látható. Aztán van megfelelő fölvétel és ajánlott ellátás. Azoknál a táplálék összetevőknél, amelyeknél mérgező hatás is várható, például mondjuk egy részből, ott egy biztonságos felső határt is megadnak. Mi nekünk csak annyit kell esett ebből megjegyezni, hogy van egy amerikai szervezet, az AFCO, amely megadja a különböző táptípusokra az optimum igényt, ami nyilván a minimum igénynél több, és csak ha elérik ezeket az értékeket a tápok, akkor nevezhetők tápnak. Ebből annyit szeretnék még bemutatni, hogy hogyan lehet a napi életfenntartó szükségletet kiszámítani. Ezt a W az nem más, mint a testsúly, 0,75 hatványra kell emelni, és beszorozni 0,54-jel. Ez azért van, mert a testsúlya 0,75 hatványon az nem más, mint a testfelület, és így a kiskutyára egyaránt jó ez az egyenlet, és a nagykutyára is. Példaként álljon itt saját volt erdélyi kopunk, 27 kilójával, 27 a 0,75-en, az 11,8, beszorozva a 0,5-tel 6,4. És ki tudjuk számolni, ha ismerjük a tápnak az energiakoncentrációját, például 18 megazsúl per kilogram, akkor ez a 6,4 megfelel közel 360 gram tápnak. Csak összehasonlításként, mennyi ez a 6 megazsúl napi szükséglet? Hát ez, ha megnézzük, hogy a kóla az közel 2, akkor ez 3-4 liter kóla, vagy 3-4 liter sörnek az energiaértéke. Persze akkor még nem beszéltünk a fehérjéről és a hatóanyagokról. Következőkben nézzük meg, hogy az életfenntartót egynek vesszük, milyen ennél nagyobb életteljesítmények lehetnek a kutya életében. És látjuk, hogy ilyen lehet a mozgás, Rubens agarai, és ilyen lehet a párzás, ivarzás, avagy a vemhesség és a szoptatás. Így ki tudjuk fejezni az energia igényt. Kiszámítva az életfenntartót, azt egynek véve a mozgás intenzitásától, hosszától függően 2-4-szerese. Vagy a vemhesség akár 2-szerese, a szoptatás pedig akár 4-szerese is lehet ennek. Az átlagos táp az 15-20 megazsúl energiakoncentrációt szokott mutatni. Ez a metabolizálható energiatartalom a táp esetében kiszámítható a kémiai összetételből. Ez csak illusztrációként mutatom be, ezt csak nagyon ritkán és szakembereknek van inkább szüksége ismernie, de tudnunk kell, hogy erre lehetőség van. A energia után a fehérje a legfontosabb táplálóanyag, és itt megmutatnám, hogy élősúly kilogramban mi a lehetőség, ha tojással akarjuk fedezni, ha szarvasmarha hússal vagy kemény sajttal a fehérje igényt. Ismét nézzünk egy 10 kilós kutyát, 1,1 tojás, kemény tojás, avagy 55 gram színhús, avagy 10 deka kemény sajt. Vegyük észre majd, hogyha valaki otthon böngészi ezt a táblázatot, hogy nem lineáris, tehát egy sokkal nagyobb kutyának, egy 10 kilóshoz képest a 100 kilós kutyának nem 10-szer annyit, csak annál kevesebb. Ugyancsak így illusztrációként mutatom be, hogy kalcium, foszfor, A és D vitamin igénye is hogyan számítható növendék fölnőtt kutya esetében. Összehasonlításként itt látható az ember,
Tehát látható, hogy testsúlykilóra számolva a kutyáknak nagyobb az igénye, mint az embernek, már legalábbis a kalcium esetében. Nagyon fontos, hogy keringenek ilyen számok, hogy milyen arányba tartalmazza a táp a kalciumot és a foszfort. Ez nem mindig megfelelő, a mennyiségeket kell figyelembe venni, és akkor önmagától beállnak az arányok. És ezek után a táplálkozással, takarmányokkal kapcsolatos alapfogalmakat kell megbeszélnünk. Takarmány vagy eledel vagy táp ugyanazt jelenti, talán az eledel kicsit finomkodóbb kifejezés, de ugyanazt jelenti. A táp az lehet teljes értékű, amikor önmagában lehet, sőt kell etetni, hiszen ha kiegészítem, akkor már rontom az összetételét. Kiegészítő tápok is vannak, amelyeket vagy fehérjével, vagy energiával ki kell egészíteni, és vannak diétás állatorvosi tápok. A tápanyag. Mi a tápanyag? A tápanyag az nem igazán pontos fogalom, helyesebb tápláló anyagról beszélni, ez az energiát adó zsírok és olajok, szénhidrátok és fehérjék. A hatóanyagok pedig nem adnak energiát, ezek a vitaminok és ásványanyagok. Sajnos tápanyag címszó alatt ezt összeszokták zavarni és belefoglalják. A címkézés általában zárt, tehát nem tudjuk a pontos összetételt, csak azt, hogy nagyjából mi van benne, és pontosan, hogy mennyi a százalékos fehérje és kalcium és foszfor. Ezzel szemben a nyílt receptúra címkézés azt jelenteni, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen húsok hány százalékban, milyen növények hány százalékban, amely az allergia elleni tápok esetében lenne nagyon fontos. A táp lehet terimés, tehát nagy térfogat, kis súly, és lehet koncentrált. A terimés például az extrudált tápok. A ballaszt az emészthetetlen szerves anyag, másként a rost emészthetetlen része. Mit ürít a kutya? Bélsarat. A széklet az emberi fogalom. Kalóriában számoljunk, vagy nevezzük meg ne, mert 1986-tól a zsúl a hivatalos. Tehát vagy azt mondjuk, hogy energiatartalom, vagy azt, hogy ennyi és ennyi zsúl van benne. Előfordul a kalória, azonban a kutyatápok esetében, amikor is amerikai cégek gyártmányáról van szó. A diétás hatás nagyon érdekes, azt jelenti tulajdonképpen, hogy a kémiai összetételen kívül, amelyet kémiai összetételből nem lehet magyarázni, milyen hatást gyakorol a béltartalom összetételére, sebességére, továbbviteli sebességére a takarmány. Így például a túl sok csont obstipációt, tehát bélsár pangást okoz, nem székrekedést, bélsár pangást. A nyers máj és a nyers tojás hasmenést, a keményre főtt máj és kemény tojás pedig bélsár rekedést idéz elő. A túl zsíros, túl fűszeres ételmaradék hasmenést okoz, az umami íz pedig rendkívül kedvelt, ez ugye a leves kockáknak a glutamátra vezethető íze. Milyen tápformák vannak? Vannak a száraz tápok, a félszáraz és vannak a nedves konzervek, van a házikoszt, amely ugye nem azonos az ételmaradékkal. Vannak olyan korformák, amelyeknek a megelőzéséhez kedvezőbb a nedves konzervforma. De általában a legtöbb esetben elegendő a száraz. A jutalomfalat vagy rákcsa általában kiegyensúlyozatlan, ezért én nem nagyon javaslom, csak abban az esetben, hogyha ugyanolyan összetételű, mint a táp,
avagy a tápot használjuk jutalomfalatként, aképpen, hogy a napi adagból kiveszünk. A következő képpel megköszönöm a szíves türelmüket, szünet következik.